Sziasztok, Peti vagyok, köszöntelek titeket egy újabb videóba. A mai részben látok már annyi infót erről a Novák Katalin kegyelmi ügyről, hogy gondoltam, én is megszólalok, mint a Bicskei Gyermekotthon vendége. Nem voltam ott intézet is, de mivel 12 évig voltam állami gondozásban, azért pont abban az időben voltam más állami gondozó intézménynek, a lakója és a bicskei srácokkal is sokszor találkozom különböző eseményeken. És erről szeretnék egy történetet elmesélni, illetve arról is, hogy én mit éltem át az intézetbe, milyen abúzusok éltek, ha így is fogalmazhatnám, és illetve a legvégén még a Novák Katalin ügyéről is szeretnék kettő darab mondatot mondani. A Bicske Intézet azért nagyon érdekes, mert a vélszerinti anyukám ott volt gyermekként egy pár, egy vagy két évet, nem többet, és miután én állami gondozásba kerültem, ez is milyen érdekes, ugye, hogy az állami gondozott szülők gyereke is állami gondozott lesz nálunk, sajnos ez egy ilyen tényleg nagyon rossz séma volt. Az én gyerekem nem lesz állami gondozott, soha hála jó Istennek. Tényleg nálunk ez sajnos egy ilyen nagyon rossz dolog volt. A Bicskei akkor még egy lány, lányú intézet volt, aztán később lett ez ö, fiú és lány intézet is, utána nézhetek nyugodtan. A, az volt a lényeg, hogy én körülbelül olyan 2001-2002 körül kerültem állami gondozásba, és olyan 2005-2006 körül voltunk olyan eseményeken, ahol több Budapest, illetve Budapest közeli, Bicske, Törökbálint, etc. ilyen helyekről is az állami gondozó srácok találkoztak. Akár egy focikupa, akár egy ilyen rendezvény, ahol valaki fellépett, hát ugye minket, mint állami gondozottakat sokszor támogattak úgymond különböző dolgokkal, és én emlékszem arra, hogy akkor is már ugye mentek ezek a hírek, meg ezek a dolgok 2005 környékén szerintem, nem tudok pontosan, nagyon régen volt, de arra emlékszem, hogy, hogy voltak bizonyos nevelők és bizonyos igazgatók, akiktől tartottak még azok a gyerekek is ezekbe a körökbe, akik nem tartoztak ahhoz az intézményhez. Én a Robert Károly körúti gyermekotthonban voltam, a Béke gyermek gyermekotthonban, és még egyszer Ázsébeten is a Bukréta utcaiba, de az nagyon az elején volt. Meg hát persze az Alföldi utcában voltam a 8. kerületben, így ez a négy négy helyen fordultam meg. Sokszor találkoztunk ugye így intézetisek egymás között, meg azért nagyjából mindenki ismerte a máskat, hogy az abból az intézetből A Bicske intézet amúgy meg kell mondani, hogy elég kemény intézet volt, meg szerintem még a mai napig is az, hogyha működik. Elég jó gyerekek jöttek ki onnan, <laughs> abban a szénában vagy abban a szférában értetendően, de mindenképpen tudtuk azt, hogy velük nem annyira jó okoskodni. Emlékszek egy olyan esetre, és csak most, hogy ezeket a híreket olvastam, nem is volt ez más szembe, emlékszek egy olyan történetre, hogy az egyik srác mesélte azt, hogy az igazgató, mit tudom én, valamit felajánlott neki, egy ilyen szexuális abúzust, és hogy volt valami, mit tudom én, és akkor, hogy ő ellenkezett, és akkor kapott egy fegyelmet, és akkor mit tudom én, nem mehetett ki, vagy ilyesmi, mindegy, nem is tudom pontosan már mi volt, de emlékszem, hogy pont ezekkel a srácokkal beszélgettünk erre, hogy ezt ágyből kell jelenteni, még ilyenek, és akkor nekem itt jönne az én kérdésem, hogy hogy van az, az intézet is gyerek, kinek jelentse az ő problémáját. Egyrészt, intézetbe kerülésedkor kapsz egy bélyeget a rendőröktől, az iskolától, a különböző szervektől Magyarországon. Én ezt átéltem, szóval onnantól kezdve a lelences voltam, aki biztos azért került intézetbe, mert valami rosszat csinált. Tudom, hogy az én példám az nem mindennapos, de én például azért kerültem intézetbe, mert ö, ö, a vérszerinti anyám elhagyott. Kikerültem a nagymamámhoz, és a nagymamám pedig olyan életvitelt élt, ahogy én nem tudtam iskolába járni, kilenc évesen, és elég hamar, elég gyorsan, mit tudom, tíz évesen már olyan srácokkal mozogtam, olyan környéken, amit, amit hamar észrevettek a gyermekügyesek, is elvittek. És azért én sok ilyen esetet hallottam, persze van az is, mikor a gyerek lopcsal hazudik, 12 évesen már drogfüggés, és akkor intézetbe kerül. Minde kettőből volt bőven az intézetbe, de ott neked nincs esélyed a nevelőt jelenteni bármire is. Hát én emlékszem, volt olyan nevelő, egy László nevezetű nevelő, Meleg tasinak hívtuk, mindenki tudta, hogy ő, 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 a másik nemhez vonzódik, Megtanultam választékosan beszélni, a másik nemhez vonzódik. Én például az ő részéről soha nem tapasztaltam semmi ilyesmit. Én egyszer tapasztaltam volna, én biztos, hogy oda tudtam volna menni az akkori igazgatóhoz, a Robert Károly Körúti gyermekotthonba, a Lajos bácsihoz, mert ő egy korrekt csávó volt, ő többször felhivatott minket egyesével, és megkérdezte, hogy mi a helyzet, mit tudom, bántalmaztak-e titeket a nevelők. Persze, hogy nem mertük elmondani, mikor a a Gyuribá vagy valaki lecsavart kettőt, mert szemtelenkedtünk, azt senki nem mondta el, nem is volt ezzel probléma, ez egy tök normális bevett szokás volt egy ilyen százfős főintézetben, hogy van a két méteres nevelő, és mikor te azt mondod, hogy nem akarsz füldeni, akkor kapsz egy pofon. Ez szerintem, hogy mondjam nektek, belefér. Ez, ez, ez se igaz, de megvan annak a létjogosultság, amikor igenis egy serdülő fiú, kap például egy hatalmas pofont. Szerintem ennek megvan a létjogosultsága. Tudom, hogy ezzel nem sokan fognak egyetérteni, de igazság szerint én, mint apa, beettem már a fiamnak a fenekére, sőt, taslit is kapott már, sőt, pofont is kapott már, pedig csak öt éves érte. Szóval igazából nem, nem hiszem el, hogy, hogy anélkül is lehet nevelni, de azért egy jó időben jól célzott pofonnak, főleg egy olyan hogy mondjam nektek, az egy olyan millió, ahol azért egy nevelő ki kell érdemelje a tiszteletet, és persze azokat a nevelőket szerettük a legjobban, akik, akik érdekesek voltak, akik egyéniségek voltak, de, de nagyon jól tudtuk, hogy vannak azok a nevelők, akik érdekesek, akik egyéni, egyéniek, akik, akik kapsz tőlük egy kis zseppénz pluszba, vagy, vagy, ha lemosod a kocsiukat, akkor kapsz 500 forintot, most mondtam akármit, de az is, hogyha ő azt mondta, hogy 11-kor az és te fél 12-kor még rohangáltál szobára-szobára, előfordult, hogy, hogy elsült két lángos, érted? ezt, azt mégsem ment tönkre senki. De én a tizen, váratok, kilenc, húsz, ja, tizen, mondjuk úgy 11 év alatt nem tapasztaltam egyetlen egy nevelő részéről se, igazgató semmilyen felnőtt részéről az intézetem belül ilyesmit. Ez, ez persze, Úr Jézus, kegyelmes volt, szerencsém volt, nem vettem észre, nem úgy fogtam föl, akármit is lehet erre mondani, én elmondtam a saját véleményemet, hogy én ilyesmit nem tapasztaltam ez, ez lett volna a videó egyik fele. A másik fele ugye ez a Novák Katalin... Nova Katalinos ügy, ugye, hogy kegyelmet adott ennek az igazgató helyettesnek, aki védte az igazgatót, aki több fiút is abúzált, ugye pedofil. Ez az igazgató helyettes állítólag nem volt pedofil. De segített egy pedofilnak ezáltal bűrészes. Ezért megkapták a büntetésüket, és ez a Novák Katalin, Egyszerűen adott neki egy kegyelmet. Tegnap ugye lemondott, én azért is váltam ki ezt az egészet, nem csináltam videót, mert gondoltam, ha most csak erről egy videót, aztán lemond, akkor megottam, hogy mondjon le, és akkor lemond, és utána mit tudsz mondani, semmit. Nem tartom észszerűnek azt, hogy most lemond, és ezzel lezárok ezt az ügyet. Egyáltalán nem. Mert ennek a kegyelem adásnak szerintem egy sokkal komolyabb szervezet kéne emögött mögött álljon, akik teljesen politikától függetlenek mivel most, ha megnézed a híreket, akkor ott van, hogy ez a K. Endre nevezetű úriember nagyon komoly Fidesz érdekeket is képviselő arcokkal van jóba, és akkor persze, hát így hamar kijön, hogy hogy kaphat kegyelmet az a, az, az ember, aki pedofilt segített egy olyan országba, ahol ugye az Orbánik mindig a pedofilok ellen küzdenek nem hiszem, hogy ez a megfelelő formája a kegyelem adásnak. Vannak olyan büntettek az én szemembe is, amire nem feltétlenül adnák kegyelmet. Láttam olyan embert, aki megtért akármilyen fajtalan ö, szexuális állapotban, most így mondom nektek, és mégis, és mégis le kellett tűlje a büntetését, pedig megtért. Nem az volt, hogy azt mondta az Isten, hogy akkor gyere ki a börtönből, hanem azt mondta, hogy igen, te ezt elkövetted, ezért a büntetésedet megkaptad, de mégis az ő szívét megváltoztatta, és most már eszébe se jutna soha ilyet csinálni. És ebben viszont én meg biztos vagyok. Van ilyen ismerősöm is. Család közeli barátja, is, és, én elképzelhetitek rólam, vagy hát nem tudom, én undorodok az ilyesmitől, mégis ezt az embert el, elfogadtam, és azt mondtam, hogy igen, látom, hogy ő igenis változtatni akar ezen. Ezt is el kell fogadni, hogy lehet, hogy ez az K. Endre meg akarja ezt változtatni. Az, hogy egy ilyen elnöki kegyelemben részesül a köztársasági elnök hölgytől és akkor ő, mindenki rájuk támad, hogy miért adott kegyelmet. Hát, hát ebben nincs kegyelem. Miért lehet kegyelmet adni? A lopásért lehet kegyelmet adni? Igen lehet. A droghasználatért lehet kegyelmet adni? Igen lehet. Én szerintem egy ilyen embernek is lehet kegyelmet adni, viszont nem ebben a formájában. Én biztos nem engedném soha többet gyerekek közelébe például. Amerikában ez úgy működik, hogy fölkerülsz egy listára, és mindenki látja azt, hogy te egy gyerekkel valamit tettél valamikor ezáltal, minden szülő távol tartja tőled a gyerekét, nem is költözhetsz se iskola közelébe, se a közelébe, se semmi. Azért Magyarországon visszahelyezték gyermeksziólogusnak ezt az embert, és inkább ebben látom én a nagyobb problémát nem is abból, hogy kegyelmet kapott, hanem hogy, hogy elkezdheti élni megint az életét. Én biztos az ehhez tennék különböző szankciókat, hogy, hogy oké, okay, gyereki ki a börtönből, mert leült szévet, összetöltek, azt kell tudni, Börtön missziók során és már előtte is azért én mindig is tisztában voltam azzal, hogy a gyermekbántalmazókat a börtönbe az a legalja, annál lentem nincsen. Szóval az utolsó heroinos, ő nő és valahogy mégis fentebb van a ranglétrán, ami, 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 nagyon kegyetlenül hangzik, de mégis így van, mint a gyermekbántalmazó. Az a legalja. Azoknak bent az életük is egy pokol. Szóval nem, nem is az, hogy várnak arra, hogy pokolra jussanak. Nekik onnantól kezdve, hogy bekerülnek a bőribe, az, az vége is. És ezt ez több helyről is hallottuk, illetve intézeten belül is meg kell mondani, hogy ez zárt intézet nagyon hasonlít egy börtönre, Annyi különbséggel, hogy egy fiatal korök börtön, például tököl, tököl, ahova lejárunk sokszor, hát ez kegyetlen, kegyetlen. Nem tudnak viselkedni. Látod, olyan kisugázások van ott a srácoknak, hogy, hogy, megmondom őszintén, ha nekem nem lenne meg az Isten, és én nem tudnám, hogy én egy misszióba megyek valamit átadni, hát a görcs a gyomra, még valamikor így is. Na ja, de nem is ezt, erről akartam mesélni, csak hogy értsétek azt, hogy ez nem is értem, hogy ezt miért csinálta. Vagy vagy ez hogy lett megengedélyezve? Mert persze Novák Katalin lemondott, és akkor le van zárva az ügy, de ez így nem elég ebben a formájában. Itt, itt nagyon komoly szinten kell változást hozni ebbe az egész dologba. Úgy az állami gondozottak részéről kell történjen valami, hogy ők kimerjék nyitni a szájukat. Itt egy nagyon komoly szakszervezetet kellene alkotni azoknak a srácoknak, akik bekerülnek a, a rendszerbe úgymond. Mert Nincs kihez forduljanak, és én ezt tudom. Én soha nem tudtam az én bajomat elmondani, hogy kevés kaját kapunk, hogy benyerték a zseppénzt, hogy mit tudom én, ez az amaz, amaz, akármi, most tök mindig. De mondom, nem volt olyan kihívó dolog, én nem emlékszek erre, hogy kirív, bocsánat, kirívó dolog nem volt, hogy most én úgy emlékeznek, hogy fú, ez milyen gáz volt. Nem, mert szóval nem tudok nektek mondani. Tényleg szívemből beszélek nektek, nem tudok, nem tudok ilyet mondani. Azon felül volt, azon felül voltak olyan az intézethez közel álló arcok, vagy akik rájöttek arra, hogy mi támadhatók vagyunk, bepróbálkoztak, hát ja, velük, velük is el lett számoltatva. A végén. De soha nem rendőrség által meg ilyenek. Nem is bíztunk soha a rendőrökbe. Szerintem egy intézet is gyerek utálja rendszert alapból a legtöbb. 99 a Hát nagyon bölcstelen dolog volt. Na, nem, volt bölcs, de ő biztos, hogy nem ő döntötte el ezt a Novák Én biztosban vagyok. Azzal, hogy egy sakfigurát levágsz a, tábláról, attól függetlenül az egész az az egész csapat értebe romlott és, és ezt lehet az Orbán a Gyurcsány mindenki mindenkire, de ott van egy teljesen más szaksz, gondolom, egy szervezet mögöttük, nem? Hát valaki ezt az embert ki akarta szabadítani, most szabad, az elnöki kegyelmet már nem volhatod vissza, és ezáltal ez az ember kinmarad, most persze Novák Katalinak nem megy tönkre az életed, hát azért elvesztette az egyik legkomolyabb állást, érted, ha belegondolsz, meg a titkárnője is, vagy a segédje, vagy a nem tudom ki Mindenképpen ki lehet ez az ember? Én arra gondoltam tegnap, amikor olvastam a híreket, hogy ki lehet ez az ember, aki, aki ennyit ér? Vagy vagy milyen kapcsolata lehet neki? Mert ezt biztos nem tudod megcsinálni a, a böriből csak úgy, hogy a, írosgatod a leveleket, hogy csuldigung, én megbántam ezt. Ezt nem tudom elhinni. Én járok be a srácokhoz, itt a érted, azt, 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 azt vigyázba kell állni a két évig ahhoz, hogy kapjon egy hónap engedményt. Szóval nagyon érthetetlen számomra ez az egész, de mondom, az mindenféleképpen itt, 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 kellene komoly törvénymódosítást hozni ezekkel az dolgokkal szembe, és igenis szerintem demokratikusan kellene a kegyelmi döntéseket kezelni, ezt valahol sokkal átláthatóbban kellene kezelni, mert igenis ez rátartozik arra az országra szerintem, hogy kitengedsz vissza a társadalomba, és milyen konzekvenciákkal, milyen szankciókkal, ez is nagyon fontos lenne. Na ja, ez most egy hosszabb videó volt, de ez, engem nagyon megérintett, mert én állami gondozott, volt állami gondozott gyerekként, én is ugyanúgy úgy érzem, hogy érintett vagyok, főleg úgy, hogy jártam a Bicskei gyermekotthonba, ismertem azt az igazgatót is látásból, nem beszéltem soha vele, de mégis azt tudom mondani, hogy egyszerűen, ja, éreztem magam, éreztem ezt a kis történetet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, az Isten áldjon titeket, ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! Én is te nem hogy most nekem erő támasz, engem most gondom, komoly elle fáraszt. Nem tudom, mi az igaz és mit csak csap Érzem, hogy a média, miket szennyek kell elárasz. Én is te nem hogy nehogy megkötanni engem, ne enged, hogy le tudjak pattani